Szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogyan használható a virtuális valóság a gyógyítás területén. Számos olyan terület van, ahol a virtuális valóság nagyon jó hatásfokkal használható, kezdem rögtön a szorongások, fóbiák, félelmek leküzdésével. Mi is a lényege ennek a gyógyító folyamatnak? Egy mondatban úgy tudnám összefoglalni, hogy ajtót nyit egy olyan világba, amely lehet a mi világunk is, de valamiért nem tudunk belépni. Például azért, mert félünk tőle. Például azért, mert mondjuk valaki a pókoktól fél. Ez a félelem, adott esetben rettegés, rányomja a bélyegét az életére, és nem mer olyan területen mozogni, ahol esetleg pókok vannak vagy lehetnek. Képzeljük el, felrakjuk ezt a virtuális valóság szemüveget, és belekerülünk egy olyan világba, ahol mi határozzuk meg, hogy adott esetben az adott félelemmel milyen mértékben nézünk szembe. Nagyon fontos terapeuta jelenlétében és biztonságos körülmények között. Ez utóbbi azt jelenti, hogy bármikor meg lehet állítani a képet, le lehet venni a szemüveget, vissza lehet kerülni a biztonságos, megszokott világba. A terapeuta jelenléte nagyon fontos, mert nem csak egy tüneti kezelésről van szó, hanem arról is, hogy miért alakult ki ez a félelem, hogyan lehet hosszú távon leküzdeni. Ezzel mind foglalkozunk egy terápia során. Adott esetben, hogyha mondjuk a pókfóbiánál tartok, a szoftver megjelenik mondjuk egy kis rajzolt pókot, ami nem kelt nagy félelmet, ráadásul ez a kis pók még mosolyog is. A következő képen megjelenik egy élethűen rajzolt pók, de még mindig rajzról van szó. Hogyha tovább tudunk venni, megjelenik egy fotó, egy igazi pók fotója. És így tovább, és így tovább, és így tovább, majd megjelenik egy kis pók, amelyik mászik előttem egy íróasztalon. Nem akarom szaporítani a szót, a legvégső forma az, amikor nagyon sok pók mozog előttem, és természetesen akkor nevezzük gyógyultnak a klienst, amikor azt mondja, hogy ez őt már nem tölti el félelemmel, tud mozogni ilyen területen is. Használják a virtuális valóságot ugyanilyen módszerrel méhfóbiák, csótányfóbiák leküzdésére, tériszony leküzdésére. Hogy csak a végét mondjam a terápiának, gyakorlatilag egy sikeres terápia végén az illető szabadon szárnyal, akár egy város fölött, akár az egész földgolyó fölött. Tehát megél egy olyan élményt, amit adott esetben csak repülősök vagy űrhajósok tudnak megélni, és mindez félelem nélkül fel tudja dolgozni. Rehabilitáció területén vannak olyan mozgások, amelyek adott esetben fájdalmat okoznak. Nos, a virtuális valóság, mint általában a játékterápiák, egy belső motivációt alakít ki. Tehát nem csak arról van szó, hogy az illető szeretne gyógyulni, és a terapeuta szeretné, hogy meggyógyuljon, hanem az illető, a beteg, ő maga teljes erővel, erőbedobással azon van, hogy megtegye azokat a mozgásokat, amire mondjuk egy gyógytornász, egy terapeuta szeretné rávenni, és ezt ráadásul élvezi is, és meg tud feledkezni a esetleges szenvedéstől. Ugye tudjuk, hogy a fájdalmat és a szenvedést külön lehet választani, jelen esetben a szenvedést le lehet választani a fájdalomról a virtuális valóság technika segítségével. Evészavarok esetében is használják a virtuális valóságot. Általában kétféle módon, az egyik a testkép, azonosság megállapítása véget, a másik pedig az ételekkel kapcsolatos fóbiák, félelmek leküzdése terén. Nagyon fontos, hogyha a terápiáról beszélünk, klausztrofóbia leküzdéséről, például hogy a szűk terektől való félelem esetén, hogyha felteszem a szemüveget, belekerülhetek egy olyan világba, ahol nagyon-nagyon szűk területen kell mozognom, és ezt meg tudom élni nyugodtan, természetesen egy terapeuta jelenlétében. Fontos hangsúlyozni, hogy a virtuális valóság önmagában nem terápia, mint hogy a hipnózis sem terápia önmagában. Ez egy eszköz. Hogyha meg kéne fogalmazni, hogy mi is a virtuális valóság terápia, akkor azt mondanám, hogy egy, terápiás keretek között. Kettő, a kliens vagy kliensek szenvedés nyomásának enyhítésére vagy képességei kibontakoztatására használjuk. Három, nagyon fontos, hogy megfelelő szakember segítségével történjen. Magyarul pontosan tudjuk, hogy mi a célja a terápiának,
milyen lépésekben haladunk, és ezt folyamatosan megbeszéljük a klienssel. És hát természetesen, mint ahogy a neve is mutatja, virtuális valóság technika felhasználásával történik ez a terápia. Sokakban felmerülhet a kérdés, vannak-e veszélyei ennek? Igen, a virtuális terápiának ugyanolyan veszélye van, mint bármilyen más terápiának, függőséget okozhat. Függőséget okozhat. Ugyanúgy okozhat függőséget, mint bármi más a világon, tehát mint ahogy a televízió, mint ahogy a mozi, mint ahogy egy drog, mint ahogy az alkohol, mint ahogy a társfüggőség. Gyakorlatilag szinte bármi okozhat függőséget a világon, nyilván a virtuális valóság is. Hogyan lehet ez ellen küzdeni? Ugye elsősorban nagyon fontos, hogy egy terápiában jelen legyen egy szakember. Másodszorban nagyon fontos, hogy az illetőnek, aki kipróbálja a technikát, élő kapcsolatai legyenek. A függőségek ellenszere az emberi kapcsolat. A virtuális valóság ezt nem pótolja, nem is kívánja pótolni, nem is ez a célja. Erre egy terápiában külön oda kell figyelni.